Sziasztok, Kömkel vagyok. A házszemlék során egyik teendőm a közművek ellenőrzése. Ennek során bekukkantok a vízóraknába, elsősorban azért, hogy lássam a bekötővezeték anyagát, ami engem érdekel az a vízóra utáni csőszakasz a ház felé. Ha ez horgonzott cső, akkor előbb-utóbb ez problémát fog jelenteni, mert itt sok a menetes toldás és idom, amik mind-mind hibaforrások. források. Magyarul csőtörés lehet, de hogy ez két hónap vagy öt év, ezt nem lehet tudni. Természetesen ezzel együtt látom a vízórát, illetve az utcai bekötést is, és itt azért találkozhatunk meglepetésekkel. Voltam olyan házban, ahol csak a szemlénél derült ki, hogy nincs vezetékes ivóvíz, hanem furt kuttal és hidroforral van megoldva a dolog, hidrofor pedig be volt rakva a lakóépületbe lépcső alá. Érdekes élmény lehet, amikor kompresszor az éjszaka kellős közepén bekapcsol, hogy biztosítsa a víznyomást, és közel 100 decibellel elkezd dolgozni. Sokkal durvább eset, amikor illegális vízbekötés van, teljesen úgy néz ki, mint a rendes bekötés, csak éppen nem kell vízszámlát fizetni. Senki nem vette észre a turpisságot, rajtam kívül még két értékbeszélő is volt kint a hitel miatt, aztán az órát állít áttírásokor borult ki a bili. csatorna sem mindig egyszerű történet, pláne ha a telek lejtős, vagy alá van pincézve az épület, ahol esetleg vízes blokkok is vannak. Az utcai gerincvezeték mélysége általában nem haladja meg a két métert, de sok esetben bőven ez alatt van. Ha az épület ettől mélyebben fekszik, vagy a pince szinten lefolyó mélyebben vannak, az gyanakvásra ad Nagyon sokszor én kezdem el feszegetni a kérdést a tulajdonosoknál, hogy ugyan merre és hogyan van elvezetve ez a szennyvíz, hiszen az utcai hálózatra rákötés áttemelő szivattyú nélkül lehetetlen lenne. Változatos dolgokkal találkozom. Lakószintről még ki van vezetve az utcai gerinc hálózatra a szennyvíz, viszont a pincei lefolyók még a régi emésztőbe folynak, ahol aztán elszikad a talajban. Vagy például van áttemelő szivatyú, csak éppen nem működik, ez mindjárt generál egy pár százezres költséget. Fizetik a szennyvizet, de valójában a kerti emésztőben szikad el a szennyvíz, mert drága dolog lett volna az áttemelő szivattyú kiépítése, ez is előfordult. A szennyvíz a telek lejtése miatt esetleg a szomszédon megy keresztül, és így van rákötve az utcai hálózatra, ez lehet szolgálmi joggal és anélkül is megoldva. Megjegyzem, a saját házunknál mi az alsó szomszédon keresztül vagyunk rákötve a másik utcára, rendesen bejegyzett vezeték szolgálmi Vagy például nincsen utcai szennyvízhálózat, szennyvíztározó csak a nevében zárt, valójában 20 éve nem kellett szippantani, mert elszikkad a telken belül. Vagy van zárt szennyvíztározó, de ezt havi rendszerességgel kell, és ha tartós használatra van használva az épület, akkor ez havonta generálhat egy 15-20 ezer forintos plusz rezsi költséget. És ha már szennyvíz, beszéljünk ennek kapcsán egy kicsit a csapadékvíz elvezetésről is, bár ez nem kifejezetten közmű. Ha nincsen elvezetve sehová az esővíz, igen komoly károkat tud okozni az épületben, tehát azért ezt is ide sorolnám. Legegyszerűbb módszer, amikor a fal tövénél van egy könyök, és az ott kiömlő víz egyszerűen elfolyik onnan, jobb esetben egy folyókával vagy a tereplejtéssel, így eltávozik az épülettől. Újépítésnél építésnél több helyen előírják a szikkasztó kialakítását. A kavicsos szikkasztó az ideig jó csak, mert a tetőről bemosódó kosz és por pár év alatt eltömíti a kavicsok közötti réseket, és utána már nem tud elszivárogni az esővíz, ilyenkor visszatorlódik, és a fal tövét vagy az eresztáztatja. A kavicsos szikkasztókat éppen ezért 5-8 évente azért át kell forgatni, ami azt jelenti, hogy ki kell ásni, kiemelni a kavicsot, átmosni, és utána visszatölteni, elég nagy motera. Egy normál méretű családi háznál illik két darab szikkasztót berakni, ezek egyenként kétszer kétszer 2 -két méteresek, azaz 8 köbméternyi kavicsot jelent az egész. Kétszer. Sokszor fogom a fejemet, amikor a kivitelező mondja, hogy van szikkasztó, jó nagy, egyszer kétszer egy méteres, és ez egy darab, az egész komplett épületre. A műanyagos szikasztó az sokkal jobb, de sokkal, de sokkal drágább megoldás. Jó pár helyen az eresz csatorna vizét egyszerűen belekötik a szennyvíz hálózatba, letudva ezzel ennek az egésznek a nyűgét. Mivel a szennyvizet az elfogyasztott víz mennyisége alapján fizetjük, az esővízzel úgy, hogy be van kötve, gyakorlatilag a többszöröse kerül bele a hálózatba, amire azért a települési szennyvíztisztítók nincsenek méretezve, Éppen ezért a helyi vízművek érdeke, hogy ezeket a bekötéseket felderítse, és nagyon-nagyon kemény büntetéseket rónak ki érte. Még manapság is használják azt a módszert, hogy füstel megnyomják a utcai ö, hálózatot, és ahol füstől az eresz csatorna, ott szépen kiküldik a bírságot, és a illegális bekötés megszüntetésére szólítanak fel. Az okos magyar ember persze talált erre is megoldást, egy vízzsákot alakítanak ki, ami gyakorlatilag egy, egy hur, hurok, amiben megáll a víz, és így az a füstöt kint megrekeszti, nem engedi tovább az épülethez. Manapság már több helyen találkozni ö, csőben közlekedő drónos vizsgálattal, ami ellen aztán már ez sem véd. Mi a helyzet az árammal? Ez az egyik legfontosabb közművünk, enélkül gyakorlatilag nincsen semmi. Laikus ember számára egyértelmű, hogy ha van áram, akkor oké okay, minden. De mennyi az az áram? Írtam korábban egy cikket, hogy a, mire elég az 1x32 amper, ami alanyi jogon jár. Ennek bővítése három fázisra szükséges lesz mindenképpen idővel, mert a napelemhez is ez kell, a mai modern elektromos autókhoz pedig már az egyfázis nem elég töltésre. Viszont itt már a bővíthetőség egyáltalán nem biztos, hogy lehetséges, mert például a körzetnek vagy az utcának a trafója nem enged többet, nem bírja el. Nagyon sok esetben találkozom olyan társasházi sorházi lakással, ahol a bővíthetőség nem lehetséges, mert az ingatlanon van egy bekötött össz amperszám, ami eloszlik szépen a lakások között. Többször előfordult, hogy az áramszolgáltató közölte, hogy a trafó bővítése nekik nem érdekük, dobják össze a lakók ennek a költségét, ami azért fejenként jelentett volna több milliós költséget is. Csak megjegyzés szinten ez egyébként a rezsicsökkentésnek a hozománya, mert egyszerűen nincsen pénz hálózatfejlesztése építési telek esetén is megesik, hogy limitálva van az amper szám, ami mindjárt keresztbe tehet azért bizonyos elképzeléseknek. Az ingatlanra beköthető teljesítményt az adott áramszolgáltató tudja megmondani, tehát ott a körzeti, sajnos publikus adatbázis nincsen hozzá. A gáznak egyre inkább visszaszorulóban van a jelentősége, de azért még Magyarországon mindig nagyon sok háztartás gázzal fűt, használati melegvizet állít elő, illetve főz, így nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt sem. Igazából itt a válasz eléggé kétbites, mert vagy van, vagy nincs. Lakossági szinten ezzel, ezen kívül igazából nem kell foglalkozni. Telekommunikációban, hát az a kérdéskör, amit én általában kihagyok a szemléknél, ha látom az utcán a vezetéket, akkor van lehetőség rákötni. Az, hogy milyen szolgáltató, milyen minőségben, ez igazából már teljesen privát kérdés. Közművekhez szoktuk sorolni a szemétszállítást, ez megint csak település függő, hogy hol, mikor, milyen, hogyan, hogyan történik ez az egész. Ezt aztán végképp nem szoktam ellenőrizni. Viszont ha üdülővezetben vagy zárt kertben van az ingatlan, szoktam szólni, hogy a szemétszállítás csak belterületen kötelesség az önkormányzatnak, a többi részen ez igazából csak egy plusz szolgáltatás. Tehát, hogyha kimarad bármi folytán, akkor mehetsz a sóhivatalba panaszra. Lássunk egy pár zűrös dolgot a közművek terén. Legtöbb gondot a be nem jegyzett jogok jelentik. Például korábban a család tulajdonában volt egy nagy telek, amit elosztottak három felé, és a közművek pedig keresztbe kasul mennek a, a telkek között. Mivel családon belül volt az egész, nem foglalkoztak vele, nem jegyeztek be vezetékszolgalmi jogot. Amikor eladásra kerül az egyik ingatlan, akkor kiderül ez a hiányosság, és lehet kapkodni. A bejegyzett vezetékszolgalmi jog egy ingatlan értékét csökkenti egyébként, értékbeslői szempontból, ezért utólag néha ezt nagyon nehéz elrendezni. Ha nincsen bejegyezve a vezetékszolgalmi jog, akkor az igazából azt jelenti, hogy a másik telkén átmenő közműhöz nincsen hozzáférésünk, javítás vagy évek terén, nagyon szélsőséges esetben a szomszéd le is vághatja ezt a közművet. Hasonlóan nagy zűr van az illegális bekötésekkel, illegális vételezésekkel. Találkoztam már villanyóránál teljes plomba hiányjal, ahol aztán kiderült, hogy az órát megkerülve lopták az áramot. Az imént említett vízórás eset miatt is lehet járni bíróságra, nekem mint tanulak. Gáznál nehezebb lopni, ott inkább csak elsumákolják a gázóra meglétét, amivel tényleg csak a nagyon hülyéket lehet átverni. Találkoztam olyan ingatlannal, ahol zűr volt a vízzel, a szennyvízzel, a villanyal is, ez eléggé szélsőséges eset, de közel 100 milliói árulták ezt az ingatlant, ráadásul két külön megrendelést is kaptam arra, hogy nézzem át, mert annyira jó vételnek tűnt a hirdetés alapján. Egyébként az elközmű az jóbarát ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet látni az ingatlanoknak a közmű rákötései. Itt például ki tud derülni, ha a szennyvíz más telken keresztül folyik rá a, a közcsatornára. Persze ez sem szentírás, mert nem minden aktualizálva szerepel rajta, de azért elég jó számpont tud lenni. Ha egy ingatlannak vannak friss közüzemi számlái, az biztató. Persze aztán itt is találkoztam olyan turpissággal, ahol két évvel ezelőtti számlákkal próbálkoztak, aztán amikor kértünk frisseket, akkor derült ki, hogy probléma van. Látható tehát, hogy a közművek egy ingatlan vásárlásnál nagyon is kardinális jelentőséggel bírnak. Nem szabad elhanyagolni, illetve elbagatelizálni ezeket a dolgokat. Tényleg elég sok ingatlan, amit szemléztem, a közműveken bukott meg, mert kiderült, hogy rossz bekötés van, nincsen vezetékszolgalmi jog, nem lehet megoldani, mert mondjuk a szomszéd meghűült, vagy eladta az ingatlant, és az új hát kvázi új tulajdonosok már nem hajlanak arra, hogy ez rendezve legyen, mondvá, hogy ez ennek az ingatlannak a baja, és innentől kezdve ez elég nagy problémákat generál. Volt olyan eset is, ahol műszakilag sem lehetett volna megoldani egyébként a, a közművek a pótlását. A Szennyvízről beszélünk, a szomszédon keresztül volt rákötve, a szomszéd azt mondta, hogy nem, nincs vezetékszolgami jogsót, kössék ki, mert neki ne folyjon ott rajta keresztül, és műszakilag nem lehetett megoldani a másik utcára rácsatlakozást, bukott is az ingatlan ilyen szempontból. Sziasztok.